Vágó Gábor a vendégünk, jó estét kívánok! Szép estét. Mit akarnak vizsgálni? Hát például az imént itt ülő Schmidt Jenővel, hogyha váltott vagy vált majd a jövőben pár mondatot, de hogyha hallgatta egy beszélgetésünket, egy tiszta sor. Hát felvették a hiteleket, kibocsátották a kötvényeket, működése kellett, beruházás ő részére kellett, ennyi. Hát ez így nagy vonalakban, ezt így szépen leírja a helyzetet, de itt konkrét számokat kellene látni. Látni kellene azt, hogy mikor indult el ez az egész folyamat. A különböző országrészekben, illetve a különböző település típusoknál hogyan jelentkezik ez. Mondjuk egy TAB méretű községben nem volt akkor ez a beruházási kényszer, ahogy ő fogalmazott, mint mondjuk egy megyei jogú városban. Tehát ott jóval nagyobbak a megyei jogú városokban, legalábbis a táblázatok alapján ezek az adótartozások, vagy tartozások. De ezek az adatok abszolút nyilvánosak, hozzáférhetők, utána igen, lehet járni. Nem értem a vizsgálóbizottságnak a Ez egy rész, mert össze, meglátjuk az okokat, utána látjuk a jelenlegi helyzetet, és próbálunk egy olyan szakmai javaslatot kidolgozni, amely nem arról szól, mint amit a Fidesz itt elmondott, hogy majd mindenkinek Matolcsi Györgyhöz kell kuncsorogni aláírásért, hogyha hitelt akar fölvenni, hanem egy olyan fix és igenis szigorú szabályrendszerrel körülhatárolt rendszert létrehozni, amely arról szól, hogy akkor tud egy hitelt fölvenni egy önkormányzat, vagy egy kötvényt kibocsátani, hogyha megfelelő számok állnak az ő könyvelésébe. Hát megfelelő... Erről beszélt Orbán Viktor is, tehát nem arról beszélt, hogy Matolcsihoz kell menni, kújtorogni az aláírásért. Hát azt mondták, hogy itt ezentúl minden. Ez még törvényi szinten is szabályozva, csak volt egy ilyen akarat, ami a sajtóban napvilágot látott, hogy ezen túl majd a mindenkori gazdasági miniszter ellenjegyzése kell ezekhez. Hát eleve lesz egy testület, tehát nyilván nem Matolcsi megy minden egyes településre, ahol éppen hitelt akarnak felvenni, és azt mondja, na, akkor ülj le, fiam, mire akarod? És akkor ott helyszínen dönt, hogy aláírja, vagy nem írja. Például Balázs József viselkedett Gyöngyöspatán meg, hogy még az MSZP-s időkben is voltak ilyesfajta, hogy úgy mondjam, én döbrögiknek nevezem ezeket az embereket, akik ott helyben azt hiszik, hogy ők mindent eldönthetnek. Na, hogy pont ezektől kellene megóvni. Döbrögiket, azokat a választók háromszor is elverik, nem? Hát reméljük, így lesz a jövőben, de az a baj, nagyon sokan ma Magyarországon, de főleg itt... lehet LMP-s döbrög is. Lehet, hogyha, de reméljük, hogy nem kerül arra sor, hogy pártársunk ilyenre vetemedjen, de hogy arról van szó, hogy ne egy helyi nagyúr döntse el azt, hogy akkor lehet-e hitelt fölvenni, vagy nem lehet hitelt fölvenni, hanem legyen egy olyan keretrendszer, amely alapján a számok döntik el, hogy ezt a hitelt föl lehet venni, vagy nem lehet fölvenni. Esküszöm, hogy erről beszélt a miniszterelnök is, de nem azt mondta, hogy majd a Matolcsi előtt kell ottan... Hát eddig a Fidesz politikai aktivitásából nem... Segítsen már, vagy írja alá. Hát ő testületről beszélt, ő is, tehát hogy lesz valami... Akkor, hogyha valóban... Mindegy, hogy biztos, hogy úgy kezdődik majd, hogy nemzeti. Ha valóban így van, akkor biztosan a Fidesz is nyitott lenne arra, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy hol, mikor, milyen módon növekedett meg ez az adósságállomány. De ezek olyan tiszta sorok, hogyha más nem néznek meg, csak a GKI-nak a legutóbbi államadósságra vonatkozó tanulmányát, ami valamikor tavasszal kezdődött, amikor ez a bizottságos díj elindult az államadósságot vizsgáló bizottság, körülbelül abban az időben készült a GKI is, ott is simán le van vezetve, hogy mikor, melyik évben az önkormányzatok már járultak hozzá például az államadósság növekedéséhez, tehát ezek nyilvános adatok. Jó, hát ez annyiban, akkor segítjük a kormányzatnak a működését azzal, hogy egy vizsgáló bizottság ezeket az adatokat összegyűjti, és lesz egy olyan dosszié, amiben az mind benne van, hogy mik az önkormányzati eladósodás okai, és utána próbálunk közpolitikai gyakorlatokat, illetve annak a javaslatoknak, esetleges háttérszámításokkal a hátulütőit is megtalálni, mert hogy ne az legyen, hogy mint most megyünk általában, hogy előre fejjel a falnak, hogy minden egyes, akár gazdasági törvényjavaslatoknál is nincsen kiszámolva az, hogy ennek milyen nemzetgazdasági hatása lesz a jövőben. Jó, milyen de társadalmi itt ez hatása. Most szeretnénk azt, még értem, az önkormányzati igen. törvény tárgyalásával párhuzamosan azt meghatározni, hogy milyen
keretrendszerben lehet eladósodni egy önkormányzatnak, mert ezt az önkormányzati terhet, ez valahogy az emberek nem érzik, hogy ezt ők fizetik ki, már pedig az iskolákban, a kórházakban, a szociális ellátó intézményekben mindenhol megérezni azt, hogy az önkormányzatok nyugik ezt a terhet. Azt nem értem, és az LMP-t ennél kicsit ilyen gyakorlatiasabb pártnak ismertem meg az elmúlt évben, vagy években, hogy most miközben az önkormányzatok tényleg effektíve azzal kilódnak, hogy kevesebb központi támogatást kapnak, most akkor az iskolájukat azt az állam fogja finanszírozni, vagy nem, mi lesz az egészségügyi intézményeikkel, ott van a 1500 milliárd forintnyi hitel a nyakukon, 265 a svájci frank árfolyama, és akkor egy vizsgáló bizottság meg ül, és hol rontottuk el, és majd születik egy dosszé, mi nem azon gondolkodnak, hogy hogyan segítsünk. Hát igen, ez is benne van a vizsgáló bizottság tárgyában. De mi kell ez vizsgáló bizottság, nézzék meg a számokat, és akkor vitatkozzanak arról, hogy akkor mostantól kezdve nem szórjuk a pénzt. Hogyha én egy kormányzati politikus lennék, akkor sokkal könnyebb dolgom volna ezzel kapcsolatban, hiszen akkor nagyon könnyen tudnék egy ilyen, akár kormányrendeletet is bevinni a kormányülés elé. De ellenzéki... Önálló képviselői indítvány, az a igen, de ellenzéki politikusként nekem azokat az eszközöket kell megtalálnom, azokat a parlamentális eszközöket, amikhez hozzá tudok nyúlni, és a vizsgálóbizottság az egy jó eszköz arra, mivel paritásos alapon működik, hogy mindenki, aki ott van, el tudja mondani a véleményét, és azért fontos ez, mert nehogy az legyen, hogy az esetleges következő kormányváltáskor már megint másfelé megy az ország. Az eddigi vizsgáló bizottságban egy csomóban mondjuk nem is vettek részt. Az egy albizottság volt, az nem vizsgáló bizottság volt. És akkor általában azért, mert hogy majd ez a bizottság is úgy fog, az lesz a címe, hogy miért adósodtak el az önkormányzatok, tán csak nem Gyurcsány Ferenc miatt. Na, itt van az, hogy mi 1990-től, a folyamat legelejétől nézzük ezt, és nem... Minden bizottságodi erről szólt, hogy vizsgáljuk meg, miért esik az eső Gyurcsány miatt. Ne, ez a bizottság ez nem arról szól. Miért van rossz idő 8 éve? Ez a bizottság ez nem arról szól, mert ez az egész folyamat, ez 1994 előtt is már vannak rá jelek, de 94-ben indult el a lejtőn. Tessék, ugye tudja? Az előbb még azt mondta, hogy meg kell vizsgálni, hogy mikor indult el. Most meg kimondta, 94-ben indult el a lejtőn. Igen, csak hogy az a lényeg, hogy attól függetlenül, hogy nekem van egy tudásom erről, és vannak javaslataim, és az a fontos, hogy üljünk le egy asztal mellé, és egy összpárti konszenzust hozzuk ki belőle, hogy ne az legyen, hogy mindig az éppen az erősebb kutya mondja meg, hogy hogyan lehet a... Kire mondja? Hogyan lehet eladósodni, hanem akkor egyezünk. Ezt a közmondást nem ismertem. Hogyan? Tehát, hogy egyezünk meg minden egyes parlamenti erő, hogy akkor ezen túl ez a stratégia, és ettől nem térünk el, de hogyha folyamatosan így oda-vissza megy a pálya, akkor nem jutunk el sehova. Értem egyébként a célját, meg azt is, hogy mint eszköztár és eszközrendszer az szegényes pillanatnyilag, vagy hát nem pillanatnyilag, az ellenzéknek nincs olyan lehetősége, mint egy kormánypártnak. De hát ettől még, hogyha meg is alakul a bizottság, és megvizsgálják, és korrektül, és megállapodnak, ettől még jöhetnek aztán az önkormányzati törvény vitájában a last minute módosítók, egyéni képviselői indítványok, és nem tudom micsodák, aztán akkor mit ér majd a bizottság, amit mondjuk korrektül hát itt van egy nagy politikai ellenállás a Fideszen belül is. Tehát ott van aztán 76 polgármester a Fidesz frakcióban. Ott vannak megyei jogú városok vezetői, szinte mindannyian. És ott ők azt mondják, hogy ők nem engedik például el a helyi iparűzési adót. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amit az önkormányzatiság és az önkormányzati autonómia miatt a Fideszen belül fogják. És ezt így nem majd lehet... Majd a 200 fős parlamentben úgyse kerülnek már be. Nem lehet az utolsó pillanatos módosítókkal ezt az egész dolgot, ezt egy 20 éves hagyományt, hogy az emberek helybe döntsenek a helyi dolgaikról, csak úgy egy tolvonással felülírni. Tehát, hogy oké, lehet mondani az LMP koncepciójára, hogy mi a helyi részvétellel kapcsolatban túlságosan naívak vagyunk, mivel nem így működik jelenleg az ország. Mi szeretnénk, hogy úgy működni, az emberek vegyenek részt, hogy mire költik el az adóforintjaikat. De az se lehet, hogy majd központból megmondják, hogy mire van pénz, a helyi képviselő testületek meg majd arról döntenek, hogy nem, idén nem a város egyik végén, hanem a város másik végén nyírjuk a füvet, mert arra van pénz. Mert érdemi döntés a jelenlegi tervek szerint... Ezt elárulom önnek, hogy a fűnyírás a város egyik végén is pont annyiba kerül, mint a másik igen, végén. Igen, csak hogyha... Tehát, hogy de a kettőre, hogyha már nincsen pénz, akkor dönteni kell. Hogy tehát ugye azt mondtam, másik? Hogy nagyon alacsony döntési kompetencia szintet hagynak az önkormányzatoknál, és nem hagynak náluk forrás se, akkor az önkormányzatiság megkérdőjeleződik.
Értem. Is. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a sorsa ennek a vizsgálóbizottság ötletnek. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy meghívtam.